Szóval a szemüvegem ez 220. Akkor mi kicsit felmelegítjük a hangulatot, jó? Ne legyen példakép a Bruno, a Marics, a Manuel. Szeretlek, Hungary, a love you guys. Szevasztok, srácok, én Sticky vagyok, és itt vagyunk a 2022-es Strandfesztiválon, pontosabban a backstage-ben. Körbenézzünk, elkapunk egy-két magyar előadót. Tartsatok velem, let's go! És most jól érzem valamit, táncolunk késő hajnalokig, hozzá bármit, hogy tölts valamit, az a pénz, ami elpazarol. Az alkohol pont most jól aragol. Tehát itt áll mellettem Gaben és Matyi a BSV-ből. Ja, bocsi, a karnak, igen. Gaben, Matyi és a kar. Túl vagytok egy nagyon fárasztó nyáron. Zenekarral nyomtátok végig az egészet, fesztiválok, bulik, tömkelege. Hogyan értékelitek utólag ezt a nyarat? Nyomtunk még mellette jó pár fél playbacket is, de a nagy fesztiválokon zenekarra voltunk, és ez irgalmatlan jó volt, a mostani is. Meg vagyunk halva. Csak augusztusban 33 bulit tolunk. És még vissza van 10, közben leforgattunk 2 klipet. Közben végtelen háttérmunka van, interjúk vannak, kutya ilyen műsorok, mint a tiéd, és akkor hogy nyilatkozzunk. Ja, de neked nyilatkozunk, érted? Jönnek a backstage-be hozzátok ide, hogy akkor már megint. Hát igen, meg jössz, piát kunyerász mindig. Teljesen. Tényleg? Téged le akarnak? Persze. Engem még senki nem akarnék. Ilyen pörgös a nyár. Hát nehéz az élet, ez kétségtelen. Srácok, nem mosta el az eső a koncertet? Képzeld el, mi ma is megúsztuk. Megint olyan szituációba kerültünk, hogy utánunk jött a vihar. Tehát, hogy nem tudom miért, nem hiszem megérdemeljük, de a karma velünk van. Az biztos. Mennyi bulitok volt amúgy? Most számoltam kicsit fejbe, ilyenkor már kicsit lassabban. Azt tudom neked megmondani, hogy augusztusban tudom azt, hogy 31 napból, vagy mennyi az augusztus, 28 bulink van. Július meg júliusra 20-at veszünk, ami fix meg volt, akkor ilyen 90 köré tudjuk besatszolni majd a témákat. És miről beszélek amúgy? 20 meg 20 az 40, meg 30, az kb. Ilyen 70. Tehát ilyen 70 köré tudjuk besatszolni. Megterelő, de mi már egy minimális szinten rutinosan vagyunk, mert tudod? Nem kell szerénykedni. Nem 5 vodka narancs van benne, csak 4. És ez már pont elég arra, hogy kibírjam. A Sláger úr viszont kőkemény alkesz, szóval kérdezzük őt erről. Adjál már, tesó, nem, én nem iszok amúgy. Ugye kevés alvás, meg ilyenek, ugye ezzel jár ez a turné life, úgyhogy, ja. Igen, meg tudod, ez olyan dolog, hogy minden a munkában, amit csinálsz, mindig vannak olyan dolgok, amit nem szeretsz. De most az, hogy én felmegyek a színpadra, vagy kiadok egy dalt, és szedik az emberek, azért, hogy akár akkor érted, egy hétig ébren vagyok. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy ez full belefér. Egy hétig nem, 5 napig, jó? És a Spark már is menekült? A Sparknak fontos hívás érkezett. Technikai okok miatt felhívták őt Budapesten, hogy figyelj, nem lehet később, és a Spark mondta, hogy akkor megyek. És Max Spark ment. Ennyit erről. Figyelj, hogyha dolga van, akkor dolga van. Lehet, gyereke születik. Hopp, erre tettem egy kis random valamit. Milyen durva Spark most egyébként megy haza Pestre, tökre csillezni, és olyanokkal fog találkozni neten, hogy neki barátnője van. Ja. Nem egy barátnője, de gyereke. Gyereke született. A Blik már lehozza, tudod, hogy a gyereke született a fiatal rappernek. Manuel óta a Blik kifejezetten kedveli az ilyen fiatal, ilyen rapsztárokat. Igaz, mi nem vagyunk azok, de a Maricseket, Manueleket nagyon követik. Most nagyon sok Tóth Andis Maricsas cikket látok, mert rajok, tudod, ez milyen. Ősztől azért lesz egy kis chill, ugye? Nem. Jaj, nem? Novemberben vagy decemberben jön egy album, megdurrantjuk megint. Slágerről dolgozik sokat. Most nincs itt a Spark, ezért nem szívesen beszélek róla, de annyira röviden tömben, hogy amikor az idő elkezd hűlni, akkor még kicsit felmelegítjük a hangulatot, jó? Ennyi röviden tömben. De szép. Köszönjük. Fesztivál szezon, klubok, rengeteg fellépés, nagy pörgés, hogyan értékeled egy pár szóban? Szóval a szemüvegem ez 220, hát ez egy jó nyár volt, ez egy nagyon-nagyon sűrű nyár volt. Nekünk most ott megint volt egy ilyen tök nagy lépcsőfok, amit meg tudtunk lépni. Úgyhogy ennek nagyon örültünk nyilván, nagyon fárasztó is. Úgyhogy néha már örültünk a pihenőt, meg volt olyan, hogy kényszer pihenőt kellett kivenni. De hát a függetlenül ez az egyik legjobb nyarunk volt. Hangot hogy bírja ilyenkor? Most is hallani, hogy azért nagyon fáradt, meg amikor általában ilyen heti 6-7-8 bulikat nyomunk, akkor végére nem tudok annyira spórolni, úgyhogy közben ott a közönség, akinek látom, hogy hihetetlen energiája van. Általában elfogy hétvégére, de megpróbálok nagyon figyelni, hogy úgy fogjon el, hogy még ne legyen nagy baj belőle. Ez is egy nehéz dolog, hogy jön aztán egyáltalán új zene, amikor
nincs hangod a szabadidődben, és nem tudsz stúdiózni, és egy kicsit most ez nem is volt annyira produktív időszak. Valószínűleg a közeljövőben tartunk egy olyan időszakot, ahol kicsit hosszabb pihenő, és jobban tudunk koncentrálni arra, hogy akkor most nincs nyár, nincs nagy pörgés, nem kell rohanni koncertre, koncertre, és akkor jobban tudunk figyelni a zenékre. What's your favorite Hungarian food? Oh, Hungarian food? Oh, man. My favorite Hungarian food is anything that Annette's grandma cooks for me. She is the best cook in the world, and I love all Hungarian food, but specifically anything that she cooks is my favorite, especially the soups. I mean, I know goulash is a big popular soup, but she has all these other soups, like this bean soup, this, what are the other? Meatball soup. She's like a doctor of soup. She's fixed me up many times. God bless. Seretrek Hungary. I love you guys. Mit üzensz a mai fiatalság? Hát, hogy ne legyenek ilyenek, mint ezek itt mellettem, nézd meg! Isznak, izé, nagyon kellemetlenek. Ne legyen példakép a Bruno, a Marics, a Manuel, az öregebb korosztályra kell hagyatkozni. Mennyi? És akkor ilyen... És akkor értelmes ember lesz belőle. Ezek még... Kedves Brédabia, utoljára ezen a csatornán nyár elején beszélgettünk. Most már nyár vége fele közeledünk, augusztus van. Hogyan értékelnéd ezt a nyarat? Milyen volt? Nagyon fárasztó volt-e? Szereted a bulikat? Mondj egy pár szót. Egyszerűen zseniális volt. Az egész nyarat azt nem tudom összeadni, de augusztusban 40 helyen zenélhettem, ami rekordszám legalábbis az én karrieremben. És zseniális volt, ugyanis zenélhettem klubokban, illetve az összes fesztiválon megfordulhattam. Bulizni is tudtál így a fellépések mellett? Vagy ilyenkor ez hogy néz ki, hogy bulizásról szó sincs, hanem munka-munka? Nekem a munka a bulizás. Én azok közé, a szerencsések közé tartozok, akiknek a hobbiuk, a munkájuk, az életük. Itt áll mellettem Charlie. Szia Charlie, mi a helyzet? Sziasztok! Na most amúgy egész jó! A végére elmegy mindig a mondatoknak. De szerinted melyik fesztiválon hagytad, nem emlékszel? Az összesen. Hát idén amúgy tényleg ott voltam az eddigi összesen, úgyhogy valamelyiken elhagytam. Azt képest egész jó, nekem abszolút bejön. Konkrétan special Jauri kérésére jöhet egy outfit check. Számolj be nekünk, mi van ma rajta. Igen, mert múltkor nem tudtam, hogy mi volt rajtam, hogy honnan voltak a cuccok. Most nagyon egyszerű dolgom van, mert tetőtől talpig Adidasban vagyok. Várj, boxer is amúgy, mert azt nem látjuk. Na, én ilyen olaszos vagyok, nincs rajtam boxer. Nagyon jó, helyes válasz. És ez volt a 2022-es Strandfesztivál backstage vlog. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok. Kommentbe esetleg azt is jelezzétek, hogy melyik volt a kedvenc részetek, illetve hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor ezt megköszönöm. Találkozunk a következő videóban, csekkoljatok Instán és TikTokon is. Ez voltam én mára, ciao.